Mi bi voljeli da to bude Pariz 2024. Arra emlékszem, hogy mindig plezúr volt az orrom alatt, meg mindig estem keltem. Rengeteg kitartása van, és rengeteg mindenen, amit elbukott, azt újra tudta csinálni, és így tudott eljutni egészen ide. Adriana bila jako mala, meni je delovala pomalo spontana, rekla bi, kao za ostalu decu. Često je padala na nos, na glavu, stalno je razbijala usne. Igazából, amikor még kicsi voltam, nem voltam valami sportos alkat, őszintén nem igazán emlékszek rá. Hát arra emlékszek, hogy mindig plezúr volt az orrom alatt, meg mindig estem keltem. És eleinte a labdát is nagyon szerettem, de hát aztán hát ilyen sportemberrel, tehát megszerettette velem a sportot. És hát először a kézlabda volt a nagy szerelmem. Ali sam ja bila uporna što se sporta tiče, htjela sam da se bavimo sportom, pa sam polako uključivala igranje loptom, vožnja biciklom, rolere. Kad je bila u zabavištu, onda je krenula na balet, to je jedino bilo što u malom Iđošu bilo, baš i nije uvijek je bila krupnija od ostale dece, nije baš bilo tip za balet, ali ja sam mislila da je to bolje nego ništa. Međutim, kad je krenula u prvi razred osnovne škole, onda sam ja, pošto sam i trener rukometa, onda sam otvorila grupu koji se počela da se bavi rukometom. Baš uzela sam decu iz njenog razreda, iz njene generacije, godinu, dve mlađe, starije. Először nem igazán voltak sportok Hegyesen, és hát mindig is szerettem volna kézlabdázni, és ezért anyukám, ő is kézlabdázjon, és mindig könyörögtem neki, hogy tartson kézlabdát, és amikor elsős voltam, el is kezdett egy fiatalabb csoportot, és mindig is nagyon szerettem a kézlabdát, még ma is edzem, de mint hobbiként, és ha szeretném is folytatni, mert nagyon-nagyon szeretem. Jeste bila i brza, bila i pokretljiva, jako brzo je savladala razne kretnja, finte u rukometu i imala za svoj uzrast uvek mnogo jači šut nego ostala deca. I kad je bila četvrti razred osnovne škole, onda je bila kvalifikacija za školsku olimpijadu Vojvodine i profesor fizičkog je prijavio za bacanje vorteksa. I mi tada nismo ni pojma šta to znači vortex. Először, amikor találtam, azt mondja, hogy vortex, hát igazából fogalmam sem volt, hogy mi az. Hát hazamentünk, írtuk be az internetre, és aztán láttuk ilyen kis rakétácska. Hát nem tudtuk, hogy hogy fog ez kinézni, hát sose dobtam még olyat sem, meg hasonlót sem. Gyakoroltunk a kézipályán ilyen labdákat dobálni, mivel azunk volt otthon. Ja, sam otišla kod profesora i kažem, aj dajte nam vortex da vežbamo ili vežbajte u školi, pa je rekao da nema. Ali da će takmičenje biti u Subotici, pošto ja radim u Subotici, da dođem ja posle posla, tražit ćemo Vortex i ona će sve da nauči do takmičenja i bit će ona prva. A verseny, amikor először megfogtam, olyan nagyon fura volt, és először elkezdett össze-vissza repülni, és egy idő kellett, mire megtanuljam, hogy, hogy úgy dobjam, mint a rakétát egy bizonyos kilövési szakban. Ona je odmah te godine, znači to je bilo 2015. Ona pobedi na prvenstvu Vojvodine, devojčice dve godine starije od sebe. Pobedi na državnom prvenstvu te godine, obori tadašnji rekord Srbije. I onda naredne dve sezone, ja mislim oko 20 nešto puta, oborila rekord Srbije. Sa 40 je došla do 79 metara i 23 centimetara koji, koliko smo našli na internetu, najbolji na svetu koliko bacaju deca. Nigde nismo pronašli bolji rezultat da je žena ili devojka ili bilo ko da je bacila duže.
godina. I onda pošto smo znali da to može do 14 godina da baca, a treba ili da ostavi atletiku ili da pređe na bacanje koplja, onda smo trenirali pored naše kuće, ima neki prazan plac i tamo oko 35 metara je širina i ja sam to mislila da ćemo mi tamo godinama da treniramo. Međutim, posle dva meseca počeli koplje da nam leti gore na drvo, pa unutra u bašte, pa svugde nešto. Probila mi krov od pomoćne prostorije. Először nem volt gerelyünk, ezért söprivel gyakoroltunk. Aztán a Kishegyes községtől kaptam egy gerelyt, és avval bírtam gyakorolni. Hát először az se igazán, mert nem tudtuk a technikát, mindig az internetről néztük. Hát a Ján Zselezny videóit azt vagy ezerszer végignéztem. És sok idő kellett, mire megtanuljam rendesebben a technikát. Még most sem tökéletes, de igyekszek. Kada nas opština pitala kako da nam pomogne, šta da nam kupi, onda sam ja zamolila da nam pomognu da napravimo neku tartan stazu, traku, gde odakle možemo da izbacimo koplje i onda od tada imamo ovu stazu i ovde treniramo na fudbalskom terenu i stvarno mnogo su bolji, mislim, i uslovi, a i rezultati. Faktički od 2017. pobedila je na svakom mogućem takmičenju gde god je bila. Odrasle žene bacaju 600-gramsko koplje, Adriana baca 400 ili 500-gramsko i sa 600-gramskim kopljem svetski rekord drži žena iz Češke, Barbara Špotakova, sa 72 metara, tačno centimetre, ne znam. Nagyon nagy különbség van a nehézségek között. Igazából 100 gram emígy az embereknek fel sem tűnik, de a gerályban nagyon nagy különbség van. Tehát én, nekem a technikám is különbözik a 400 gramos, meg az 500 gramos gerály között. Ja, moje 20 i nešto metara, 23-4, tako otprilike. Adrianin sa 400-gramskim kopljem je 65 metara i 77 centimetara, a sa mlađim juniorskim 500-gramskim kopljem 64 metara i 73 centimetara. Nemrég voltam Splitben, az ilyen iskolás világbajnokságon, és ott különféle, tehát a világ minden tájáról jöttek különböző válogatottak. És igen, tehát az ilyen nagy országok, mint Németország, Franciaország, Brazília, meg Anglia, ezek csapatban sokkal erősebbek voltak, meg főleg a sprinter számokban a négerek. És hát az ilyen különböző technikai számokban igazából egyenlő esélyünk volt, tehát az ilyen kisebb országoknak is. Da budem iskrena, nisam znala ništa o bacanju koplja kad smo mi to krenuli. Međutim, htjela sam da joj pomognem. Mi zajedno gledali na internetu, zajedno učili. I ja nikad pre toga nisam bacala koplje, nego kako je ona to bacala, neko, ajde da probam i ja. Igen, én anyukámmal edzek, és hát ez igazából élmény is, mert így is több időt tölthetek vele, és jó is szórakozunk. Hát igazából kijavítgassuk egymás technikáját, hogyha elrontsuk, akkor hát igen, kinevessük egy kicsit egymást, de igazából jó meg, hogy vele is edzek, tehát általában az idegen nem igazán szoktam megnyílni, és... Našu porodicu činimo samo nas dve od starta i to nekako nas i svakako više vezuje. Hát igen, általában nem szokásos, hogy az anyukám meg a lánya ilyen sok időt töltenek együtt, de hát mivel kezdettől fogva mindig is nagyon sok időt töltöttünk együtt, és most is jó. A sada pogotovo, kako smo zajedno i na rukometu, zajedno smo i na atletici, onda stvarno smo dve trećine dana szabadon vremena provedemo zajedno. Neki sokkal könnyebben elmondok dolgokat az edzéssel kapcsolatban is, hogy melyik technika fekszik jobban, meg melyik nem, hogy mit érzek, hogy most jobban bírom csinálni, vagy nem. És hát én úgy érzem, hogy ez így jól funkcionál. Ona meni kaže, ako joj se ne baca, ako joj, ne znam, neraspoložena, ako ima puno da uči, ako je tužna, šta... Onda mi znamo da preskočimo trening, znamo da prilagodimo trening njenim potrebama. Mi smo 2016. godine imale njih tri koji su mi bili prvo i drugo i treće na prvenstvu Srbije u bacanju vorteksa. I ove godine na zimskom prvenstvu su isto, prve tri mesta smo uzele, isto njih tri u bacanju koplja.
Atletika je sad kod devojčica naročito popularna. Ove koji su mlađe možda bi htjele da budu ko Adriana, ove starije su prešli sa njom sa rukometa, pa treniraju sve paralelno i rukomet i atletiku. Úgy volt elsőnek, hogy én elkezdtem járni matekra az iskolán kívül, és az Adri is járt, és amikor mentünk versenyekre, akkor egy autóban utaztunk, meg sokat beszélgettünk, és aztán mondta, hogy ha van kedvem, eljöhetek atlétikára, és én mondtam, hogy rendben, és eljöttünk, a hugomat is elhívtam, ő is egy kicsit fiatal volt, de azért ő is eljött, és nagyon szeretünk járni, mert az egészség az fontos, és az Adri nagyon sok mindenre megtanít minket. Pao Zaba is tesz ez náma, és lesz mai u osztalom skolu zajedna, és szad is idem a gimnáziu zajedna. Az Adriana azért nagyon ügyes, mert az ő korosztályában nagyon kevés olyan ember van, aki ilyen sokra tudja vinni, és ilyen nagy eredményeket tud elérni, ami nagyon jónak számít az ő korosztályában és az egész világon. Gondolkodtam azon, hogy mennyi lehet a 64 méter, és dobtam én is mellette, és kétszer annyi volt, mint az enyém, és egész nagynak nézett ki. Hát a sporton kívül rengeteg mindenben nagyon ügyes, mert mindenből nagyon jó tanuló, és hallottam már, hogy nem csak matek versenyekre, nem csak sportversenyekre, hanem másmilyen tantárgyakból is sokféle versenyen járt. Rengeteg kitartása van, és rengeteg mindenen, amit elbukott, azt újra tudta csinálni, és így tudott eljutni egészen idáig. Meni je najbitnije da ona uživa u tome što radi i želim da radi sve dok to i ne bude neko posebno opterećenje i napor, sve dok uživa u tome. Meni je najvažnije da to bude po njenoj volji da baca koplje nego da tu postiže neke rezultate. Az egyik legjobb érzés a gerelydobás, amikor látom, amikor kidobom a gerelyt, és látom, hogy szám. És egy bácsi azt mondta nekem, hogy akkor jó, hogyha gerelydobsz, hogyha csak egy pontot látsz. Tehát az orra is, még a vége is ugyanabban a pontban száll. És az olyan jó érzés látni, olyan, tehát hogy nagyon örülök. Naravno, kako vreme odmiče, morat ćemo da uključimo i malo ozbiljnije treninge, ali za sad dok još je mlada, ja bi više da bude dete dok može, a posle ako će htjeti stvarno ozbiljno da se bavi ovim sportom, onda će imati vremena i za te ozbiljne treninge i za ozbiljan rad. Hogyha lehetséges, akkor szeretnék eljutni a 2024-es olimpiára Párizsba. Jövőben is nagyon fogok próbálni jó eredményeket elérni és edzeni. Az az álmom, hogy eljussak egy nemzetközi versenyekre, és ott jó eredményt érjek el.